Azok a gyerekek, akik nincsenek beoltva, karanténba kötelesek vonulni abban az esetben, ha az osztályukban valaki COVID-fertőzötté vált. A második év a gimnáziumban ez több osztályt is érintett. Nálunk ez 5 osztályt érint. Igaz, hogy csak 5 gyerek kapta el a koronavírus, de ezáltal 5 osztályban az oltatlanok karanténba kerültek. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen nagyon változó az oltatlanoknak a száma. Van olyan osztály, ahol csak néhány oltatlanban van, van olyan osztály viszont, ahol fele az osztálynak oltatlan. Így noha azok a szabályok vonatkoznak rájuk, hogy neki kell pótolniuk a karantén alatt, vagy valamilyen módon igen, pótolni azokat a hiányosságokat, amivel lemaradnak, de azért mi igyekszünk azon lenni, hogy rendszeresen megkapják a házi feladatot, illetve olyan tantárgyaknál, ahol erre van lehetőség, ott a Teams-en keresztül be is kapcsoljuk őket. Tehát itt az osztályban megy a jelenléti oktatás, őket pedig behívjuk az éteren keresztül, és így tudnak bekapcsolódni az órába. Én úgy gondolom, hogy ennél több segítséget jelen pillanatban nem tudunk nekik adni. A nehézség a helyzetben az, hogyha újra találnak egy koronavírus gyanús tanulót, ismét karantén kötelezettsége lesz az összes beoltatlan gyereknek, így az is előfordulhat, hogy jelentős időt kell otthon tölteniük. És hiába tesz meg az iskola mindent a felzárkóztatás érdekében, ennek hatékonysága jelentősen elmarad attól, mintha naponta részt vennének az órákon. Egyrészt a krétán keresztül, másrészt osztálytársakon keresztül, meg hát Facebookon, egyéb média felületeken keresztül is tartják a gyerekek egymással a kapcsolatot. Tudnak küldeni például be feladatokat, tehát mondjuk ez is egy módja azért a kapcsolattartásnak, de valóban ez egy nagyon fontos, én azt gondolom, hogy ne szakadjanak el teljesen. A nem jelenléti oktatás hatékonysága, ezt az elmúlt év bizonyította, messze elmarad minőségében attól, mintha a gyerekek az iskolában tanulnak, mondja Sümegi József. Mindenre a legjobb bizonyíték az érettségi volt, melynek eredményein látszott, hogy a felkészülésben nem kaphattak a gyerekek közvetlen tanári segítséget. A Kanizsai Dorottya általános iskolában is gondot okoz a járvány okozta karantén kötelezettség. A múlt héten még 3 osztályunk volt digitális oktatásban és karanténban, ami azt jelenti, hogy 10 napos karanténban voltak a gyerekek, és 10 napig digitális oktatásban, de mivel hogy a rendelet 15-én jött ki, és a rendelet úgy szólt, hogy a megjelent határozatokra is érvényes, ezért ezek az osztályunk visszatértek a mai napon, így jelenleg egy osztályunk sincs digitális oktatásban. Ezzel együtt, mint az alsó, mind a felső évfolyamon több olyan gyerek is van, akik karanténban vannak 5 napig. Ha egy osztályban fertőzött diákot találnak hivatalosan, akkor az osztálynak azon tanulói, akik nincsenek beoltva, vagy nem estek át hivatalosan a fertőzésen, ők 5 napos karanténba mennek, a többiek pedig részt vesznek a jelenléti oktatásban. A hiányzóknak a kréta rendszeren keresztül küldi az iskola folyamatosan a tanulnivalót, de itt is érvényes mindaz, ami a gimnáziumban, hogy az oktatás a tanulás hatékonysága nem ugyanolyan, mint amit az iskolai jelenlét során kap a tanuló. Egy biztos, a jelen szabályozás szerint többet digitális oktatásra nem tettek át az iskolák.